Sziasztok! Nagy Gergő vagyok, a Magyar Mozilla Közösség tagja, és hazai körökben a fejlesztőknek ismertetem magát az operációs rendszert. Nem tudom, hányan vannak itt, akik már hallottak az OS-ről? Nagyon jó mindenki. És hányan fogtak már a kezükbe ilyen telefont? Ezek már kevesebben vannak. Van egy jó hírem, most hoztam magammal két telefont, úgyhogy ezeket már az előadás után sörözés közben meg lehet fogni. És igen, a másik. Szóval, hogy hol is tart ma ez a platform? Hát ugye ezt bizonyára olvastátok, hogy így, hogy Spanyolországban és Lengyelországban nyáron indult el, utána most az ősszel folytatódott ugye Venezuelába, Kolumbiába, és egy pár hete indult el Brazíliába, illetve hamarosan Magyarországon is lehet majd kapni két szolgáltató kínálatában, a Magyar Telekom és a Telenor kínálatában ezeket a készülékeket. Őróluk van szó, jobb felül a narancsárga készülék az egy Alcatel Vantage Fire, mellette a kék az egy ZTE Open, és a legfrissebb tag a csapatban az LG-nek a FireWeb névre keresztelt készüléke. Ez annyival tud többet az előző kettőnél, hogy ezen már vakú is, egy 5 megapixeles kamera is található. Mint a másik két készüléken is van kamera, de azok kisebb felbontásúak. A platform mögött ugye vannak nagy gyártócégek, mind hardware oldalról, mind operátor oldalról. Ugye az ETA, Alcatel, LG, Huawei szolgáltatóknál ugye a Magyar Telekom és a Telenor, illetve szoftver oldalról pedig szintén vannak nagy gyártók, nagy szoftverfejlesztő cég, akik adtak ki alkalmazást erre a platformon, mint például a Facebook, Twitter, illetve ugye képen is láthatjátok a többieket. És ugye magán a platformon miket is láthatunk. Ez a felület, amit itt látunk, ez egy HTML5-ben megírt felület. JavaScript, CSS, HTML 3-assal van elkészítve. Minden, amit itt látunk, az tulajdonképpen maga a felület is egy webalkalmazás. És itt jobb oldalon pedig láthatunk egy egyedi feature-ét ennek a platformnak, az úgynevezett adaptív keresést. Ez azt jelenti, hogy amit a felső keresőmezőbe beírunk, azt a lokációnk alapján megkeresi a telefonon, a hozzátartozó marketplace-be, illetve az everything.me webservice-en keresztül lekéri ezeket a szolgáltatásokat, amik a közelünkben vannak. Fejleszteni hogyan fogunk tudni erre a platformra? Ha webfejlesztéssel foglalkozunk, akkor tulajdonképpen mindent tudunk ahhoz, hogy elinduljunk. Rengeteg új dolog jött be a Mozilla által a webes mobil alkalmazás fejlesztésbe, ugyanis nem voltak jelen azok az API-k, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy egy webalkalmazás az egy adott platformot ki tudjon használni. Ezért a Mozilla egy csomó web API-t benyújtott szabványosításra, amelyek már vagy elfogadott szabványok lettek, vagy még ezek után lesznek. Az alkalmazások, amiket mi fejlesztők írhatunk, azokat három nagy csoportba lehet osztani. A legszűkebb körbe az úgynevezett certified alkalmazások tartoznak. Ezek az alkalmazások olyan apikat használnak, amelyek egyenlőre még magas biztonsági kockázati besorolásúak, tehát például a telefónia apit nem fogjuk elérni mi alkalmazásfejlesztők, mert az egyelőre még ebbe a besorolásba tartozik. Mi számunkra a felső kettő, tehát a privileged és a hosted kategória lesz elérhető. A privileged alkalmazás az, amivel mi a legtöbbet ki tudjuk hozni a platformból. Ha pedig tulajdonképpen egy weboldalt szeretnénk webalkalmazássá alakítani, nagyon kis erőforrása, akkor a hosted alkalmazás lesz az ami legjobb választásunk lesz. És hogy hát a fejlesztés az
a fejlesztésnek hogyan kezdjünk neki. A platformhoz tartozik egy marketplace, ez a lenti címen elérhető, és az oldal alján, ha legörgetünk, lesz egy Develop Apps gomb, amit ha megkattintunk, egy ilyen nagyon szép bevezető előadás sorozat, illetve dokumentációt fogunk találni. Ezen kívül, ha felmegyünk az MDN-re, tehát a Mozilla Development Networknek a honlapjára, ott is kiemelt helyen szerepel jelenleg a Firefox OS mint platform, tehát rengeteg dokumentációt fogunk hozzá találni. A hex.mozilla.org-on szintén fogunk cikkeket, tutoriálokat találni, amelyekkel el fogunk tudni indulni, illetve vannak egyéb Git-repóba kirakott ilyen boilerplate alkalmazások, amikkel szintén el fogunk tudni kezdeni dolgozni. User interface tervezéshez pedig van egy buildingfirefoxos.com, ahol előre elkészített komponensek vannak, vagy van a Mozillának egy projektje, a Brick, ami tulajdonképpen egy webkomponens library-nek tekinthető, és itt is ilyen custom tagekkel lehet nagyon szép átmeneteket készíteni egy user interface-re. És hogyha kedvet kaptatok ahhoz, hogy fejleszthetek erre a platformra, akkor az egyik legjobb módja annak, hogyha ezt készüléken teszitek meg, viszont ilyen készüléket azt jó lenne valahol beszerezni, és erre van is lehetőség. Van egy workshop november 23-án itt Budapesten, amire lényegében tekintve egy alkalmazást kell készíteni a jelentkezéshez. Ez lehet egy alkalmazás kezdemény is, csak lássuk az elkötelezettséget, hogy van egy készülőben lévő alkalmazás, ezzel tudtok jelentkezni, ezt el tudjátok hozni, és ott jönnek a Mozillától a fejlesztők, akik fognak tudni segíteni a kérdéseitekben. Illetve a fejlesztők fele egy Google Plus csatornát tartunk fent, ezen a címen lehet elérni, bármilyen kérdés merül fel, fogunk tudni válaszolni. Jelenleg az Firefox OS hivatalosan az 1.1-es verziónál tart, és hamarosan itthon is kapható lesz. Köszönöm szépen a figyelmet! Akkor várom a kérdéseket. Igen? Ki fogja ezeket a készüléket megvenni? A készülékek elsődleges célközönsége, a kérdés az volt, hogy ki fogja ezeket a készülékeket megvenni. A készülékek elsődleges célközönsége azok a felhasználók, akiknek még nem volt mobiltelefonjuk, vagy feature phone-okról szeretnének váltani egy okostelefon platformra, tehát belépő szintű felhasználók az elsődleges célja ezeknek. Igen, Hátó? A belépő szintű felhasználó internetezés, tehát jelenleg a feature phone-okon lehet internetezni. Ezzel a készülékkel fog tudni továbbra is internetezni, sőt, fog tudni telepíteni. Hát ha úgy tetszik, az ő számára nem biztos, hogy nyilvánvaló lesz, hogy egy appot használ, vagy egy weboldalt, de minden esetre ez elérhető lesz számára továbbra is. Jó, ha nincs több kérdés, akkor köszönöm a figyelmet, és akkor a sörözés alatt meg fogom tudni mutatni a készülékeket.